Az idén elhunyt Törőcsik Mari színművészre emlékeztek a 10. Marosvásárhelyi Magyar Filmnapokon, amelyen kisjátékfilmeket, dokumentumfilmeket és nagyjátékfilmeket is vetítettek, de most először láthatta a nagyközönség Nagy Viktor Oszkár Becsúszó szerelem című romantikus vígjátékát is. A többnapos rendezvényen a megfelelő hatósági szabályozások betartásával lehetett részt venni. Két helyszínre is várta a filmkedvelőket a 10. Marosvásárhelyi filmnapok. A Bukaresti Magyar Intézet és a helyi Kárté Egyesület igyekeztek az elmúlt évek legjobb, legsikeresebb magyar alkotásait levetíteni a közönségnek. Híres kisjátékfilmek, dokumentumfilmek és nagyjátékfilmek is szerepeltek a palettán. Nagy Viktor Oszkár Becsúszó szerelem című romantikus vígjátékát még a tervezett augusztus végi premier előtt láthatta a nagy közönség. Megpróbáltuk ezt a műfajt olyan közegbe helyezni, ami nem tipikus. Ja, talán ugye a magyar romantikus komédiák többsége inkább így a felső osztály körében szokott játszódni, vagy azok képviselik a főszerepeket. Ugye a mi esetünkben tulajdonképpen inkább az alsóbb osztályok, ha lehet így társadalmilag besorolni, a főszereplői a történetnek. És alapvetően egy szerelmi történetet dolgoz föl. A 10. Marosvásárhelyi Magyar Filmnapokon a nemrég elhunyt Törőcsik Marira emlékeztek az utolsó filmmel, amelyben a nemzet színésze a kamera előtt alakított. Emellett az Erdélyben Balánbányán forgatott Valán című filmet is megnézhette a közönség. A művészmoziban, a nyári színpadon és a Kárté szobában szervezett programokra nagy volt az érdeklődés. Publikul încremurțit după un an jumate de pandemie și de frică de cinema. A közönség még mindig nem tért magához másfél év járvány és a mozizástól való tartózkodás után, de meglepően sok ember jött el néhány vetítésre, és ez boldoggá tett minket, hiszen azt jelzik, hogy a dolgok valahogy kezdenek helyreállni. Míg a hatósági szabályozásnak megfelelően a beltéri vetítéseken a terem 70%-át lehetett megtölteni, és kötelező volt a maszkviselése, nem volt szükség más dokumentum felmutatására. Ezzel ellentétben a nyári színpadon szervezett vetítéseken csak azok a személyek vehettek részt, akik igazolták, hogy beoltatták magukat, vagy felmutattak egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet, illetve 24 óránál nem régebbi gyors antigén-tesztet.